A jobboldali pártok európai előretörése hatással lehet arra is, hogy ki lesz az Európai Bizottság következő elnöke. Erről beszélt az Alapjogokért Központ elemzője az M1-en. Pindrok Tamás rámutatott, bár a jelöltről az állam és kormányfők döntenek, az új elnökről végül az új Európai Parlament szavaz majd. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap arról beszélte, az Európai Parlament második legnagyobb frakcióját alakíthatná meg a jobboldal, ha a választáson győztes francia és olasz jobboldal vezetői megegyeznek, és a Fidesz is csatlakozik. Egymás után jöttek a jobboldali pártok erősödését mutató európai parlamenti eredmények június 9-én este, az európai konzervatívok és reformerek 69-ről 73-ra, az identitás és demokrácia frakciója 49-ről 58-ra növelte képviselőinek számát. Elemzők szerint az európai emberek egyértelmű üzenetet küldtek arról, hogy csalódtak az uniós döntésekben, például az ukrajnai konfliktus és a migráció kezelése miatt. They can less. Rosszabbul élünk, aminek az infláció és a bevándorlás a fő oka, fogalmazott ez a brüsszeli nő. A Kiábrándultak az emberek, ami sok pártot arra fog késztetni, hogy újra gondolják a politikájukat, mondta egy szintén belga választópolgár. Az olyan nagy nyugati tagállamokban, mint például Németország és Franciaország a korábbiakhoz képest meglepően sikeresen szerepeltek a jobboldali erők. Németországban két ellenzéki jobboldali párt is népszerűbb lett a balliberális kormánykoalíció pártjainál. Franciaországban pedig nagyot bukott a háború párti Emmanuel Macron pártja, és soha nem látott kisebbségbe zsugorodott a hagyományosan erős baloldal, míg a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés fölényes előnyt szerzett. A baloldal közben nem csak nemzeti szinten, hanem az új európai parlamentben is gyengült, és a zöldek frakciója is 19 mandátumot vesztett. Arról a következő hetek tárgyalásai dönthetnek, hogy létrejöhet-e egy új jobboldali erő Európában, mert bár az Európai Néppárt lett a legerősebb frakció, a 720 képviselőből 100-nak egyelőre nincs pártcsaládja, köztük a Magyarországon győztes Fidesz politikusainak. Tehát a elnök pártja és a Löpen párt között óriási lett a különbség, ők adják a legnagyobb frakciót az Európai Parlamentben. A jobb oldal győzött Olaszországban is, amit szintén egy hölgy vezet. Ha ők ketten meg tudnak az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni pártjának súlya is jelentősen megnövekedett az Európai Parlamentben, ezért a Marine Le való együttműködése lehet a kulcs ahhoz, hogy egyesüljön a szuverenista oldal. Erről beszélt Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A kormányfő hangsúlyozta, a francia-olasz szövetséggel és a magyar kormánypárti képviselőkkel együtt megalakulhatna az Európai Parlament második legnagyobb frakciója. A cél, hogy a békepárti jobboldali erők egyesüljenek és Európát kívül tartsák a háborún. Mi próbáljuk ezt a folyamatot elősegíteni, a lehetőségeink korlátozottak az ország méretéből fakadóan. Igaz, hogy 21 mandátumból behoztunk 11-et, ami azért példátlan, és senki nem tudja Európában, tehát, hogy elhozd a mandátumok több mint felét, ez egy nagy tekintélyt ad nekünk, de nem ad elegendő súlyt, mert a súly a mandátumok számában van. Nekünk 11 van a olasz elnökasszonynak van 21 néhány, talán 24, és a francia elnökasszonynak talán 29, 30, 31. Tehát, tehát ő, ők fogják ezt eldönteni. De ha mi hozzáadjuk a magunk 11-ét az ő együttműködésükhöz, megvan a jobb oldali fordulat Európában. Erre várunk, ezért dolgozunk. A jobboldali pártok előretörése hatással lehet az Európai Bizottság elnökének személyére is. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt az emegyen. Pindrok Tamás rámutatott, bár a jelöltekről az Európai Tanácsot alkotó állam és kormányfők döntenek, az új elnökről végül az újonnan felálló Európai Parlament szavaz majd. Az Európai Parlamentben 361 képviselőnek mellette kell állnia az új jelölt mellett, tehát a többséget meg kell szerezni a 720 fős az Európai Parlament. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz Ursula von der Leyen számára is, hiszen az elmúlt öt évben hát válságba vezette az Európai Uniót. A szakértő hozzátette, a háború ellenes jobboldal előretörésével Ursula von der Leyen széke is bizonytalanná vált.